sok is, meg kevés is. Két lánya, egy fia, 5 unokája, 7 dédunokája és népes családja köszöntötte kedd délután a 100. születésnapját ünneplő Rákos Kálmánnét. Edit néni Székesfehérváron született, és munkahelyei is a városhoz kötötték egész életében. Családtagjaival ma is szoros kapcsolatot ápol, most is velük együtt ünnepelte születésnapját. Megköszönöm az édesanyámnak, hogy méltó nap talált engem, hogy erre a földre ne jöjjek. Azon kívül köszönöm az én gyerekeimnek. Mint Edit néni mondja, ilyen hosszú időt csak nagy szeretetben lehet leélni, neki pedig családjának köszönhetően megadatott mindez. Minden családban 3, 2, 3, 4, 6, 7 van. És ez mind nagyon szerető, és mindegyiket végtelenül szeretem. Mindig engem ér ilyenkor az a megtiszteltetés, hogy egy emléklapot átadhatok. Ez most ugye egy gyönyörű 100. születésnapra vonatkozó emléknap miniszterelnök úr részéről. De muszáj hozzátennem, hogy én már köszöntöttem 105 éves fehérvári polgárt is. A család mellett Cserpalkovics András is felköszöntötte egy csokor virággal és finomságokkal Edit nénit a Rákóczi utcai idős otthonban. Székesfehérvár polgármestere jó egészséget kívánt a 100 éves asszonynak annak érdekében, hogy 105. születésnapján is ajándékokkal érkezhessen meg. Sokan vannak a Vízivárosban, 90 évesek, hála Istennek. Edit nénit Víziváros önkormányzati képviselője is megköszöntötte a jeles nap alkalmából. Horváth Miklós néha szociális intézmény dolgozóinak is köszönetet mondott, hiszen ők azok, akik lehetővé teszik nap mint nap, hogy minden bentlakó Edit nénihez hasonlóan boldog nyugdíjas éveket tölthessen az otthonban.